a mosaic. Ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm Önöket! Mai műsorunkban az albérlés szabályait veszük górcső alá, de emellett a 30. Szentgyörnapok helyszínére is ellátogatunk. Fellapozunk egy különösen érzékeny témát taglaló könyvet, a Pszichopercekben a dac korszak és a hiszti témakörét boncolgatjuk, és mindezek mellett Én kis kertem rovatunk is jelentkezik. Színes témákkal készültünk ma is, tartsanak velünk! Ha túl sok a valóság. Ez a címe Csata Éva új könyvének, amely egyszerre szól az Alzheimerről és a szerző könyvéhez való viszonyáról. Az új kötet apropóján ültünk le beszélgetni a szerzővel, aki, mint kiderült, soha nem nevezni magát írónak. Csata Éva gyógypedagógus, pszichológus, feleség, két gyermek édesanyja, aki szabad idejében olvas és könyvet ír. 11. regénye jött ki a nyomdából a napokban, pedig saját bevallása szerint sosem akart könyvet írni. A szerzővel az új regénye kapcsán ültünk le beszélgetni a Marosvásárhelyi Gemma kávézóban. A Ha túl sok a valóság című kötet kicsit kórkép, kicsit olvasónapló. Váltakozó képkockák a való életből és az olvasmányok világából. Egyszerre szól egy szörnyű, gyógyíthatatlan betegségről, és a szerző olvasáshoz, könyvekhez való viszonyáról. Az új könyvnek az alapja két könyvtárosnak a kapcsolata. Egy idős, a pályáját magam mögött hagyó könyvtáros hölgy, valamint egy fiatal, a pályája kezdetén lévő könyvtáros találkozása egy teljesen újszerű helyzetben. Ugyanis a fiatal könyvtáros hölgyet beteggondozóként alkalmazzák az Alzheimerrel küszködő idős könyvtáros mellé. És óhatatlanul előkerülnek a könyvek, rengeteg könyv, mint téma az ők hétköznapi érintkezésük során, beszélgetésük során, hiszen az Alzheimerrel küszködő idősebb hölgy az élet hétköznapi dolgaira már nem igazán emlékszik, ezekben nem talál kapaszkodót, ezzel szemben a valamikori, illetve a friss olvasmányai még mindig mérföldkövekként szolgálnak számára a hétköznapokban való eligazodás során. Csata Éva nem választja szét a két szálat, azt azonban elismeri, hogy hatalmas kihívás volt úgy összefogni, hogy mások fejében is egységet alkosson a két külön téma. Ugye én a HIFA Romániának vagyok az ügyvezető igazgatója, ami azt jelenti, hogy az én életemet teljes mértékben kitöltik a fogyatékkal élőkkel, idős személyekkel, betegekkel való mindenféle fajta érintkezés, valamint ugyanilyen fontos a családtagokkal való kapcsolattartás. És nem egy esetben feltevődik a tanácsadás kérdése egy-egy olyan élethelyzetben, amit a könyv is megjelenít, és erről mindenképpen szerettem volna beszélni. Azt hiszem, hogy ez elsősorban egyfajta feldolgozás is részemről. Azzal a sok mindennel való találkozás arra késztett, hogy beszéljek erről, hogy könnyebben meg tudjam emészteni, könnyebben olyan helyre tudjam tenni, hogy majd ne csak én, hanem sokan mások is ajándékként használjanak ebből. Bár sok mindent megtudunk az Alzheimerről, a regény főszála a könyvekről való mesélés. Csata Éva mindenképp szeretett volna azokról a könyvekről írni, amelyek az élete során mélyen megérintették. Ez első alkalom igazság szerint, amikor én egy hosszabb listát tudatosan beépítek egy adott általam írt könyvbe, és ez a lista egészen hosszú lett. Nem csak regények vannak benne, hanem versek is, illetve egy olyan spirituális tanítóra való figyelemfelhívás, aki szinte napi szinten jelen van az életemben, követem, hallgatom, figyelem, olvasom. És hatalmas kihívás volt az, hogy ezt úgy összefűzni, ezt a rengeteg könyvet, nem is tudom hány van, nem számoltam,
hogy egy azon szálon értelmesen végigfusson, és az olvasónak úgy felkeltsem az érdeklődését, hogy ezeket akár el is akarja olvasni. Könyveire jellemző, hogy mindig valamilyen mély, kemény témát feszeget. Van olyan regénye, amely tankönyv is lehetne ahhoz, hogy hogyan érintkezünk a fogyatékkal élőkkel a mindennapokban. Volt már főhőse táplálkozási zavarral küzdő tinilány, írt drogprevencióról, a család elveszítéséről, vagy házasságon kívüli kapcsolatról is. S bár 11 könyvet írt már, mégsem tartja magát írónak. Az író az nem nálam kezdődik. Én jellemzem magam anyaként, jellemzem magam feleségként, illetve, ahogy említettem, szakemberként, aki fogyatékkal élőkkel foglalkozik, és főként, vagy mindennek alapjaként, olvasó emberként. Magam is olykor elcsodálkozva szembesülök azzal, hogy ebből aztán 11 lett, mert nem szerettem volna az elsőt sem. Ez egy kényszer, ami rendszerint belülről feszít, és akkor olyankor leülök és kiírom. És igen, egyetértek azzal maximálisan, hogy terápia, hiszen mindegyikben valami benne van. Ezen a héten zajlik a 30. Szent György napok rendezvénysorozat. Az erdélyi fesztivál indítónak is nevezett esemény helyszínén van a Mozaik stábja is, ahonnan péntekig napi rendszerességgel tájékoztat bennünket. Már is kapcsoljuk Bíró Sándor szerkesztő kollégámat. Szia Sándor, milyen a hangulat Sepsi Szent Györgyön? Szia Barni, üdvözlöm a nézőket! A hangulat fergeteges Sepsi Szent Györgyön, érdekesebbnél érdekesebb eseményekkel várják az ide látogatókat. Ugye ez az év, ahogy te is említetted, a 30. Ez az év a 30. Szent György napnak ad lehetőséget, úgyhogy a hangulat fergeteges. Melyek voltak eddig a legizgalmasabb történések? Érdekesebbnél érdekesebb programokkal várnak mindenkit sok szeretettel a szervezők. Gyerekelőadások, kulturális, valamint irodalmi események is megrendezésnek kerülnek. Röviden, egy szóval, mindenki megkaphatja azt az eseményt, ami neki a legkedvezőbb. De addig is, itt van velünk Erdély András, a Sepsi Szent György napok sajtó felelőse. Köszöntöm! Köszöntöm én is a kedves nézőket! 3 napja tart ugye a Szent György napok. Hogyan látják, mennyire feleltek meg az eddigi elvárásoknak, saját elvárásaiknak? Hál' Istennek eddig jól mentek a dolgok. Volt itt egy kis rizikó, hiszen egy 3000 sportcsarnokba tartottuk a megnyitó koncertet, egy 200 tagú művészgárda adta elé Verdi requiemjét, és volt némi félelem az irányban, hogy ez mégiscsak egy acélépítmény, ahol esetleg a nem biztos, hogy az akusztika olyan nagyon jó lesz, de azt mondják, akik értenek hozzá, nem én mondom, akik értenek hozzá, hogy nagyon jól hangzott, nagyon jól kijött, nagyon jól átjött, tehát a hangosítás is rendben volt, és hogy megfelelt nagy részt a követelményeknek. Egyéb események rendben mentek, eddig mindent zárt pénztárakkal játszottunk, tehát minden jegy elkelt, úgyhogy azt gondolom, hogy jól fele tartunk, és a ma esti előadása is el van kelve minden ilyen. Tehát összefoglalva, jók a visszajelzések, úgy érzik? Egyelőre igen, azt érezzük, mondom, ezt féltünk, hogy a szakma azt fogja mondani, hogy hát nem szabad előadni egy ilyen sportcsarnokba egy ilyen klasszikus művet, mint a Requiem, amely mégiscsak egy grandiózus egyház zenei mű, de teljesen rendben volt a dolog, igen. Milyen programokkal várják az elkövetkezendő napokban az érdeklődőket? Hát a kulturális hétnek az elmúlt részét már nem mondom, azok lementek. Van holnap, ma este lesz egy új cirkuszi előadás, a Budapesti Recirkel Társulat előadja azt, amit azt mondják, hogy az egyik legjobb magyar export cikk jelenleg a kultúra terén, egy új cirkuszi előadás lesz az arénában, és Benetnek lesz egy zenés stand-upja. Ez lesz ma, holnap a néptáncé lesz a főszerep, a román és magyar néptánc is a programon szerepel, a magyar a tragédia lesz a címe, az a tánc nyelvén mondják el az ember tragédiáját, és hát péntektől akkor kitör a buli, 3 nap és 3 éjjel áll a bál a központban, 2 színpadon fognak zajlani az események. A nagy színpadon olyan
olyan zenekarok lépnek fel, mint az Ossian, amit alig ha kell bemutatni a rockrajongóknak, még idősebb, mint a Szent Zsöld napok, de ott fellép első nap a Waldeck nevű elektro swinget játszó osztrák banda, szombaton fellép Radics Gigi, akit szintén nem nagyon kell bemutatni, és egy The Motans nevű moldáviai és romániai közös társaság, akiről én nem hallottam, de ez csak az én műveletlenségemet húzza le, szerintem 50 milliós nézettségű YouTube slágereik mennek. Vasárnap pedig egy helyieknek is, tehát ettől is retro az egész nosztalgia ebből is jön, hogy olyan együttesek lépnek fel, akik ezelőtt 20 évvel is ott játszottak, a Free Connection, a Semaphore, ezek. Azóta egy kicsit kevesebb lelkesedéssel zenélnek, és ezeket is meghallgathatjuk ismét úgy, mint 20 évvel ezelőtt, és a nagy színpadon a bulit a Kossuth és Emelton díjas Földes László alias Hobó zárja, előtte tombolahúzás, azután tűzijáték, így megy a nagy színpad, a kisebbik színpadon, az úgynevezett közösségi színpadon a helyiek léphetnek fel nagyobb számban, de köréje épül a borudvar, nagyon finom, ajánlom a szíves figyelmetekbe, nagyon finom moldáviai, magyar és romániai borokat lehet megkóstolni finom pálinkával, egy nagyon jó gasztronómiai felhozattal, nem csak csülköt ehetsz, de a street food ételeket is megkóstolhatod. Az ifjúságnak van egy külön bázisa az egykori dohánygyárban, az The Base névre hallgat, ahol nem csak bulizni lehet és sportolni és kikapcsolódni, hanem előadásokat is tartanak ilyen témákban, mint cyberbullying vagy önismeret, lesz dal és slang író verseny, például pályázatok vannak, hogyha fénykép vagy bármilyen képzőművészeti alkotásod van, azt kiállítják. A még kisebbeknek az Erzsébet Parkban visszaépítsük, mint egykor, apropos nosztalgia, visszaépítjük a gyermekvárost, ahol nem lesz semmilyen elektronikus kütyű. Erre én befizetek, ezt külön el fogok megnézni, megnézem, mert szerintem ott sűrű elvonási tünetek lesznek, mikor a gyereknek nem adják oda a telefont, hanem célba dobhat, vagy zsákba futhat, meg ilyen klasszikus játékokat játszhat. Lesz természetesen vásár, hiszen ez legelejétől része a Szent György napoknak, vagy 250 jelentkező volt, és azokból válogattak ki valami 150-et, tehát biztos, hogy nem lesz ott bizsú, meg ilyesmi. A vásárban utcazene, úgy, ahogy a Skull, egy olyan fellépőkkel, mint a Gulliverék Magyarországról, akik ezt mindezt gólyalábakon adják elő, vagy a Candyman Duo, amelyiknek olyan színpadi mozgása van, hogy akármikor artistáknak is elmehetnének, de mondjuk tűzzsonglőrök is előfordulnak majd, akik nappal zsonglőrködésre tanítják a gyerekeket, este pedig tűzzel zsonglőrködnek. Mit üzen azoknak, akik nem jöttek el még Szent György napokra? Óriási hibát követnek el, mindenkit várunk nagy szeretettel. Akár most már a kulturális hetet most már elszalasztották, de ez péntek, szombat, vasárnap egyfolytában áll a bál, úgyhogy okvetlenül jöjjenek el és vegyenek részt. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a mai nap nem csak a Szent György miatt kiemelten fontos az itt élők számára, hiszen a Sepsi OSK a kolozsvári CFR-rel fog összecsapni a hamarosan induló mérkőzésen, a Román Kupa elődöntőjében. Én megköszönöm figyelmüket, a holnap esti mozaikban is érdemes lesz velünk tartani, ott már egy bejátszást is megnézhetnek az eseményekről. Köszönöm még egyszer figyelmüket, a Szóval stúdiójé. Sándor, a munka mellett a szórakozásra is szálljatok azért kis időt, várunk holnap is. Köszönjük a tájékoztatást. Topozzékol, felesel, ellenszegül. Sokunk számára ismerősek ezek a kisgyermekkortól a kamaszkorig tapasztalható viselkedésformák. Hogyan kezelje ezt jól a szülő? Erről értekezik dr. Kádár Anna Mária. Melegszívű fegyelmezés. Mit nevezünk melegszívű fegyelmezésnek? Amikor fegyelmezésről gondolkodunk, akkor ezt nagyon sokszor a szigorral, akár az agresszióval, akár az ilyen nagyon kemény határhúzással társítjuk. Melegszívű fegyelmezés arról szól, hogy mindezek a szabályok, a korlátok, ezek a gyerek érdekeit szolgálják,
és azt, hogy a szülő-gyerek kapcsolat megerősödjön, meg hogy az ő életkori sajátosságainak megfelelő dolgokkal találkozzon. Tehát, hogy mindezt azért tesszük, mert a gyereket szeretjük. Milyen ez a gyakorlatban? Hogyha a fegyelmezés nem csak öncélú, hogy azért teszem, mert én így akarom, hanem van egy közös felület, amiben megbeszéljük, hogy ez a szabály miért van itt, miért fontos ezt betartani, elmondjuk akár a saját élrendszerünket, akkor a gyerek nagyon könnyen be tudja látni, hogy bár neki nem tetszik, ezek mégis fontosak. Persze az életkori sajátosságoknak megfelelően, amikor még kicsi a gyerek, akkor nem fogjuk ezeket elmagyarázni, hanem betartatjuk, viszont amikor már ott van ez a kölcsönös párbeszéd, akkor a melegszívű fegyelmezés pontosan arról szól, hogy igenis meghallgatjuk a gyerek érveit is, hogy ő most miért nem szeretné ezt megtenni, hol szeretné a határokat tágítani, és úgy, ahogy nő, ezek a fegyelmezési elvek valahogy vele együtt változnak. Ez egy kölcsönös párbeszéd, egymásra figyelés, empátia. Belefér az is, hogy tudom, hogy ez most nagyon nem tetszik neked, tudom, hogy most nagyon szomorú vagy, viszont például mondjuk este, amikor le kell feküdni, akkor le kell feküdni, tehát hogy nem lehet azt, hogy akkor ezeket csak azért tágítjuk ki, mert most a gyereknek az érdekei teljesen mást kívánnak, hanem közösen, párbeszédre alapozva, a negatív érzéseket kezelve el tudunk jutni egy közös döntési pontig. Milyen hosszú távú hatásai lehetnek ennek? A melegszívű fegyelmezés segít a belső önszabályozásnak a kialakításában, hiszen mindannyian ismerjük azt a jelenséget, amikor nincs itthon a macska, táncolnak az egerek. Egy autoriter nevelési stílusban addig vannak betartva a szabályok, ameddig valaki, mint egy ilyen felügyelő, ezeket ellenőrzi. Viszont a melegszívű fegyelmezés esetében nagyon könnyen kialakul ez a belső önszabályozás, amikor már önmagamért teszek meg dolgokat. Persze ez a fiatal felnőtt korban fog bekövetkezni, illetve az is nagyon-nagyon fontos, hogy milyen a kapcsolat, milyen a szülő-gyerek kapcsolat. Tehát, hogy nem egy ilyen rabló-pandúr játszmában gondolkodunk, hogy mit, hogyan lehet kicselezni, hanem leülünk, akár konfliktusokat meg tudunk oldani, akár újra tudjuk tárgyalni ezeket a különböző kereteket, szabályokat, határokat. Vannak bizonyos engedmények, vannak bizonyos pontok, amiket mindannyian elismerünk, és ez mind-mind a szülő-gyerek kapcsolatnak a gyümölcsözésére fog hasznosulni. Hogyan sajátíthatja el a szülő a melegszívű fegyelmezés elveit? Nem könnyű a melegszívű fegyelmezésnek az elveit alkalmazni, hiszen amikor a gyerek a legrosszabb formáját hozza nekünk, akkor kellene hozni a legjobbat, és nagyon gyakran ugye a belső sértett gyerekünk aktiválódik, és rengeteg önismeret, rengeteg önuralom kell ahhoz, hogy ezek az elvek megfelelően működjenek. Az sem gond, hogyha néha átcsúszunk, akár az autoriter vagy a laissez-faire nevelési stílusban, viszont fontos ennek a középpontnak a megtalálása, tehát akár tudjunk reflektálni azon, hogy most nagyon kiborultam, most nagyon dühös voltam, és azért mondtam, tehát hogy szülőként is el tudjam ismerni akár a saját tévedéseimet, hibáimat, kudarcaimat, ezt akár nyilvánvalóan felvállalni egy szülő-gyerek kapcsolatban, és hogyha van egy folyamatos önreflexió, akkor van fejlődés a gyereknevelésben, és ha már nem tudunk tökéletes szülők lenni, csak elég jók, ez is bőven elég, és szerencse az élet azért kompenzál nagyon sok területen, hiszen azt látom, hogy nagyon sok szülő nagyszülőkorára érik meg arra, hogy ezeket az elveket nagyon jól tudja alkalmazni. Az albérlet gyakran megkeserítheti úgy a bérbeadó, mint az ingatlan bérlő életét. Az egyik oldalon főként a megfelelő lakás megtalálása és az ezzel járó költségek jelentik a legnagyobb gondot. A másik oldalon azonban a civilizálatlan, gyakran jelentős mértékű kárt okozó bérlők kiszűrése számít a legnagyobb kihívásnak. Hogyan zajlik jogilag egy ingatlan bérbeadása? Mit kell tartalmaznia egy erre vonatkozó szerződésnek, hogy jogilag némi biztonságot jelentsen mindkét félnek? Melyek azok a tévedések, amelyeket ajánlott elkerülni, kinek milyen jogai és kötelezettségei vannak. Mindenről Tárca Norbert ingatlan közvetítővel beszélgetünk. Jó estét kívánok, köszöntöm a Mozaikban. Jó estét kívánok.
Amikor megtaláljuk a megfelelő lakást, akkor létre kell jönni egy megállapodásnak a tulajdonos és a bérlő között. Hol köthetik meg ezt a szerződést? Ez legtöbb esetben a két ügyfél között történik meg, de ajánlott azért egy közjegyző, ügyvéd, vagy akár egy ingatlan irodába elmenni, hogy tanácsoljanak, hogy milyen feltételek legyenek benne, határidők, fizetési lehetőségek és egyéb kérdéseket azért érdemes feltenni. És igen, ebben tehát ezekben segíteni. A szerződésekben mindkét fél joga és kötelezettségei benne kell legyenek. Vegyük szépen sorra, melyek a jogok és melyek a kötelezettségek mindkét oldalon, amelyek mindenképpen benne kell legyenek a szerződésben? Hát vegyük például a tulajdonost. Legtöbbször ugye a tulajdonosnak a kárára megy, legtöbbször, mivel hogy nem figyel oda egy bizonyos bérleti feltételekre, és érdemes odafigyelni a határidőre, a kaucióra, akár arra is, hogy a bérlő mikor fizet, hogy fog fizetni, bejelentik-e az ingatlant vagy sem. Ezekre mind oda kell figyelni. És a másik oldalon milyen jogok, illetve kötelezettségek vannak a bérlő? Azután, amiután a szerződés megtörtént, a bérlőnek igazából majdnem ugyanolyan jogai vannak, mint a tulajdonosnak, tehát a tulajdonjogok nagyjából átadódnak, tehát a tulajdonos nem jöhet be bármikor, ezeket is be kell írni a szerződésbe, hogy mikor kell leszólnia, vagy sem, mikor mehet, milyen gyakorisággal mehet a lakást megnézni akár, vagy hogyha át kell vegye készpénz a bérletet, vagy utalásra történik az egész. Ezeket mindegy szerződésbe szépen felsorolkoztatják. Miután létrejön a szerződés, a lakástulajdonos hol és mennyi idő alatt kell az bejelentse? A lakástulajdonos 30 napon belül be kell jelentse a ZANAF-hoz. Illetve az önkormányzatnál? Az önkormányzatnál nem föltétlenül, mert csak akkor, hogyha netán a bérlő szeretné, hogy oda bejelentsék, hogy személyt is cseréljen, váltson. Váltson, igen. 30 nap alatt, tehát az adóügyi igazgatóságnál akkor mindenképpen ezt be kell jelenteni. Igen. Egyébként büntetést fog kapni? Egyébként, az adóügyi hatóságtól. Igen. Hogyan mondható fel egy bérleti szerződés? Megkötötték korlátlan időtartamra mondjuk, vagy határidő lejárta előtt a tulajdonos, vagy a bérlő fel szeretné mondani. Mit kell tenni? A legtöbbször azért van egy határidő beírva, tehát hogy minden szerződésnek, nem vagyok ügyvéd, de azért minden szerződésnek kell legyen egy határideje. Legtöbbször egy éves határidőt írnak be, de van, amikor 2 év, 3 év, 4 év is bekerül. Az előbb említette a kauciót. Ez pontosan mit jelent, és mekkora lehet? A kaució legtöbbször mostanság új ingatlanoknál ez 2 hónap is lehet, tehát hogy új, frissen felújított ingatlanoknál. Bérleti díj. Két havi bérleti díj, igen. De legtöbbször mostanában a régebbi lakásoknál általában egy havi bérleti díjat kérnek. És ezt mikor kapja vissza az albérlő? Ezt az albérlő akkor kapja vissza, hogyha betartotta a szerződésben lévő pontokat. Ez azt jelenti, hogy határidő, hogyha lett-e vagy sem kár, hogyha kifizette az összes lakásra járuló illetékeket, meg számlákat. Jogilag mit tehet a lakástulajdonos, ha a bérlő nem fizet már esetleg több hónapja se rezsit, se albérletet? Ez az esetben, hogyha be lett ugye jelentve, akkor van mit tennie,
viszont hogyha nem lett bejelentve, akkor nagyobb lesz a kára a tulajdonosnak, mert nyilván ugye büntetést is kap. Most arról az esetről beszélünk, amikor be van jelentve, hiszen ilyenkor lép érvénybe a jog. Igen. Akkor mit tehet? Ügyvédhez kell fordulni, vagy hogyha ez magától is fel tudja jelenteni, de egy ügyvédet azért ajánlok, hogy nézzék meg pontosabban a pontokat. Elküldheti-e a lakástulajdonos a bérlőt egyik napról a másikra? Nem, ez nem történhet meg, csak akkor, hogyha bele van írva a szerződésbe egy ilyen pontban, hogy bármikor elküldheti, de a legtöbbször azért 30 napos határidő van. Ezt akartam megkérdezni, hogy egészen pontosan mennyi a felmondási idő? Ez mindig 30 nap, vagy a szerződésben meghatározhatják, hogy 2 hét, vagy esetleg 2 hónap, bármennyi lehet? Nem, ez bármennyi lehet igazából, ezt az elején meg szokták szabni, de a standard az 30 nap, vagy 45 nap. Emelheti-e a lakástulajdonos a bérleti szerződés értékét, akár egyik napról a másikra, vagy akár a szerződés lejárta előtt még? Ilyenkor mi történik? Nem emelheti, csak akkor, hogyha még egyszer be van írva a szerződésbe, hogy fogja emelni egy bizonyos intervallumonként, vagy hogyha lejár a szerződés, ugye? Joga van-e a lakástulajdonosnak bármikor ellenőrizni a lakást, akár akkor is, amikor a bérlők nincsenek otthon? Igazából nem, tehát hogy ez bele kell legyen írva a szerződésbe, hogy akkor milyen időközönként, és általában kell szólni egy nappal azelőtt, hogy fog menni, és hogy miért fog menni. Persze csak akkor mehet, hogyha netán károk történtek, akkor meg már úgymond a szerződés fel is bomolhat emiatt, hogyha, mit tudom én, rossz esetben, nem tudom, a kutya valamit szétrágott, vagy nem fizettek számlát egy bizonyos ideig, akkor megteheti, akkor bemehet. Ha bizonyos meghibásodások történnek, vagy meg kell javítatni valamit, akkor az kinek a költségvetését terheli? Ez általában a tulajdonos, viszont nem minden, tehát hogy szoktak az elején, a szerződés elején csinálni egy leltározást, tehát hogy beírják, hogy milyen bútor van ott, meg milyen háztartási eszközök, és ezeket mind leírják, hogy mikor volt véve, meg garanciában van, vagy sincs, és hogyha ezek károsulnak a bérlő hibájából, akkor természetesen a bérlő fizeti. Azaz, ha véletlenül meghibásodik a televízió, és ezért egyértelműen a bérlő terheli a felelősség, akkor ő is kell, ennek elvigye az ódiumát. Melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket szerződéskötéskor elkövetnek a felek? Például nem fordulnak közjegyzőhöz, vagy amit javasolt ügyvédhez, ők ketten eldöntik ezt a dolgot, és később megvannak a következmények. Melyek ezek? Hát legtöbbször az egyik gond az, hogy még a határidőt se írják be, nem írják be, hogy a kauciót mikor adják vissza, általában a tulajdonos kárára megy, tehát legtöbbször a tulajdonos szokott rosszul járni, ezt tapasztalatból mondom. Ezt mindenképpen meg kell tehát tenni. Igen. Nagyon röviden, hiszen fél percünk sincs már a beszélgetés idejéből. Mit mondana azoknak, akik úgy adják ki a lakásukat, hogy nem kötnek szerződést, illetve azt nem jelentik be sehol sem? Ajánlom mindenképp megtenniük, mert kárukra mehet. Nagyon sok esetben akár büntetés is járhat, hogyha nincs bejelentve, meg ugye a bútornak az tönkre mehet, vagy egyéb károk is történhetnek. Jogi biztonság sincs ebben az esetben. Köszönöm Pontosan. Szépen a beszélgetést. Én köszönöm. Elérkeztünk a tavasznak abba a szakaszába, amikor már egyre több növény, virág kerül ki a szabadba. Előszeretettel ültetjük tele kiskertünket szebbnél szebb virágokkal, vagy dekoráljuk erkélyünket dús, cselepes virágokkal. Mindenki nagy kedvence kétségtelenül a muskátli. Az én kiskertemben ma ezzel az igen szép virággal foglalkozunk.
Otthonainkat és természetünket is ékesítik. A szabad ég alatt teraszunkon és a lakásunkban is gondozzuk őket. Muskátliink nem csupán szépek, de életet is adnak környezetünknek. Mai kiskertünkben azt nézzük meg, hogyan ültessük, gondozzuk egyik legnépszerűbb virágunkat, a muskátlit. Így néz ki egy gyökeres dugvány, ami ugye a kertészkedésnek az alapja. A kertészek így kapják meg a növényeket, és innen indítsák a technológiájukat. Ebből cserébe ültetődik, és tovább nevelődik. A tovább nevelt állapotban kis cserébe, 12 cm-es cserébe ültetjük. Kell legalább egy ekkora cserép a muskátlinak, mivel a habitusa kéri ezt a térállást. Kisebb cserébe is kapunk muskátlikat, ez annak köszönhető legfőképpen, hogy nem csak akasztós cserébe használjuk ezt a növényt, hanem ugyanúgy balkonládás növényként, vagy akár kiültetésre is alkalmazható. Sok házablakában láthatunk muskátlit, amelyeket általában cserébe vagy balkonládába helyeznek el. Lássuk, mire érdemes odafigyelni ahhoz, hogy igazi díszei legyenek ablakunknak, otthonunknak. Balkonládában nem egy ekkora növényt fogunk ültetni, hanem egy ekkora fejlettségű növényt fogunk egy balkonládába kiültetni. Körülbelül olyan 20 centikre egymástól, de ez mindenkinek megint úgy, ahogy mondtam eddig is, szája szerint lehet bezsúfolni is, de bőven elég, hogyha egy balkonládába, mondjuk egy 60 centis ládába hármat ültetünk ebből, mert ugyanúgy elfoglalja, mint hogyha mondjuk 4-et vagy 5-öt ültetnénk bele. Mint minden növénynél, virágnál a muskátli esetében is több mindenre kell figyelnünk. A talaj minőségére, a fényviszonyokra és a víz mennyiségére is. Lássuk, miből mennyi szükséges. Nem ajánlanám a muskátlit beültetni és valahol bent tárolni hosszabb ideig. A muskátlinak megfelelő egy napos vagy félnapos, de semmiképpen nem árnyékos hely. Nem egy túl nagyon kényes növény az ilyen napos helyeken is jól bírja a strapát, ezért nagyon sok háznak a dísze egész nyáron. A muskátlinak félszáraz vagy félnedves közeg az, ami igazán fekszik. Ne locsogjon a víztől, mert azt könnyen gombás betegségeket kap, de nem is a kopogó száraz kategóriájú táptalajt szereti. A növényeknek, virágoknak is fontos a táplálék, hogy minél szebbek legyenek. Nem csupán a vízbe érdemes plusz tápanyagot keverni, hanem növényünk talajába is. Hosszú lebomlású műtrágya, amit bele kell keverni a talajba. Folyamatosan hőmérséklet függvényében adagolja a növénynek a tápanyagot. Akármi történik is, az ott van, és hogyha én csak tiszta vízet tudom megöntözni ma, akkor is valami tápanyagot kap ő, és nem tudok nagyon nagyot tévedni vele. 50%-a a növénynek a kérésének, a másik 50%-át vízoltható műtrágyával szoktuk pótolni. Műtrágyaként vízoltható műtrágyákat használunk, amit minden öntözéskor belekeverünk az öntözővízbe. Nagyon fontos, hogy minden öntözéskor, mert ha csak azt csináljuk, hogy egyszer adunk, egyszer nem, akkor még azt is kimossuk a vízzel a táptalajból, ami ott lenne a növénynek. Bár a muskátli nem túl igényes növény, mégis időnként ki kell cserélnünk a szeretett virágunkat. Kérdés, hogy mikor kell ezt megtennünk? Kertész szemmel mi mindig azt mondjuk, hogy mindig újat kell rakni. A fiatal növény az a legszebb. Egy előregedett növényből nagyon nehéz és nagy szaktudás kell, hogy szép végeredményt tudjon kihozni az ember vagy a kertész. Ezért egyszerű háztáji kertészként én azt ajánlom, hogy minden évben frisset kell rakni, hogyha lehetőség van ekkora cseréből indítani, az a legegyszerűbb, de hogyha egy kicsit jobban ért hozzá valaki, akkor meg lehet próbálni ilyen kisebb palántokkal is, csak az idő az, ami befolyásolja. Egy ilyen növényből hamarabb lesz szép balkonládánk, mint egy ekkorából.
Ma sem maradunk kulturális programajánló nélkül. Vince Simo Franciska már is hozza a részleteket. Köszöntök mindenkit, sziasztok! Ma április 26-a van, szerda. 1900-ban ezen a napon született Charles Richter, amerikai földrengés kutató, valamint ma ünnepli a születésnapját Szörényi Levente, énekes, zeneszerző és gitáros, a Mediterrán, a Balassa, az Illés, a Kittegylet és a Fonográf zenekarok egykori tagja. Ez itt a Kimenő, kukkintsunk bele együtt Erdély eseményeibe. Csak emberség van, és a gyilkosságnál is nagyobb bűn, ha valaki embertelen, ha valaki durva, ha valaki fennhéjázó, amiért egy kés sem elég megtorlás. A legnagyobb erény a lényegbe ható, figyelmes, tiszta szívűség, mert többet, gyökeresebbet úgysem tehetünk itt a Földön. Írja Kosztolányi Dezső 3 évvel az Édes Anna regénye születése után. És most mi az, hogy emberség, és mi az, hogy embertelenség? Egyáltalán kérdések-e ezek manapság? Édes Anna április 30-án este 7 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából szeretettel várja 10 év fölötti nézőit János Vitéz című előadására az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. A produkcióban teljes terjedelmében szövegmódosítások nélkül hangzik el Petőfi elbeszélő költeménye, az előadást pedig a már számtalan nemzetközi filmfesztiválon díjazott Szakó Ferenc homok animációi varázsolják még frejthetetlenebbé. A Petőfi 200 János Vitéz című előadás március 28-án este 7 órától várja közönségét. Egy újabb kihagyhatatlan szimfonikus hangversennyel várja közönségét a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara. Április 27-én este 7 órától látogassanak a Marosvásárhelyi Kultúrpalotába, hogy részesei lehessenek a George Whitefield Chadwick vagy éppen George Gershwin dallamai nyújtotta varázslatos utazásnak. Ennyi volt a mai Kimenő. Élvezzék ki a napsütéses és az olykor pedig esős tavaszi napokat. Vigyázzanak egymásra és magukra. Ne felejtsék el támogatni az erdélyi kultúrát a jelenlétükkel. Legközelebb holnap jelentkezem. Viszontlátásra! A mozaik után hamarosan kezdődik a híradó, amelyben Buksin Jánó Réka számol be a napi történésekről. Szia, melyek voltak ma a legfontosabb események? Szia, Barni, jó estét kívánok! Nagy érdeklődés övezte a Környezetvédelmi Minisztérium első alkalommal elindított villanypásztor programját. 5 nappal az igénylési határidő vége előtt elfogyott a projektre szánt összeg. Sokan lemaradtak a pályázatról, ők egy esetleges következő kiírásban reménykednek, de majd hozzuk a részleteket is 7 órától, addig mutatjuk fontosabb híreinket röviden. Számítok figyelmükre! Schengen. Már rögtön Bukarestbe való megérkezésekor lehűtötte a schengeni csatlakozás jóváhagyásában reménykedők kedélyeit Gerhard Karner osztrák belügyminiszter. Nem tűzhető ki Románia belépésének időpontja a belső határellenőrzések nélküli térségbe, mivel a rendszer nem működik, fogalmazott. Gabona import. Körvonalazódik a megoldás az ukrán importtal kapcsolatban, mondta a mezőgazdasági miniszterek ülése után János Wojciechowski uniós agrárbiztos. Bár gyakorlatilag legalizálnák, hogy 5 keleti tagállam ideiglenesen kitiltott ukrán agrártermékeket, abban azonban nincs egyetértés, hogy melyeket. Marosvásárhely. Továbbra is a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas gimnáziumban működhet a II. Rákóczi Ferenc római katolikus gimnázium, miután a Maros megyei tanfelügyelőség nem hagyta jóvá, hogy külön alegységgé váljon. A döntés teljesen érthetetlen, vélte a bíróságilag megszüntetett intézmény igazgatója. Kedves nézőink, műsorunk végén köszönöm figyelmüket. Szép estét kívánok, a viszontlátásra!